A Beregszászi kistérségben a máltai szeretetszolgálattal közreműködve több mint egy éve indult be pilot projektként a szociális kártyarendszer. Ennek köszönhetően a beérkező támogatásokat egységesen és igazságosan tudják kiosztani mind a menekültek, mind pedig a helyi lakosok körében. A projekt sikerét látva a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása kidolgozta a kártyás rendszer más kistérségekre történő kiterjesztésének feltételeit. A programot támogatta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is, amely megteremtette az anyagi hátteret ahhoz, hogy a szükséges eszközöket beszerezzék. Ezeket adták át most a KÖT munkatársai a Nagydobronyi, Mezőkaszonyi, illetve a Nagyberegi kistérségekben. Nagydobronyban már korábban is nyújtottak szociális támogatást a rászorulóknak. A kártyarendszer révén ezt még átláthatóbban tehetik majd meg. Nagyon vártuk. Én úgy gondolom, hogy megkönnyíti majd a dolgunkat. Tudjuk, a nagyobb kis térségben rengeteg rászoruló van, akiről igyekszünk gondoskodni. Ez a kártya megkönnyíti az ügyben a dolgunkat, hogy egy átláthatóbbá fogjuk tenni mindenki számára. Mint tudjuk, rengeteg kérés van folyamatosan. Én miért kaptam, ő miért nem kapott, ebben átláthatóbbá tesszük, ez az egyik. A másik pedig mi is fogjuk tudni folyamatosan kontrollálni a segélyek kiosztását. Nagydobronyban per pillanat úgy működik, hogy egy időben szoktunk minden faluba, a kistérség minden falába a csomagokat osztani, egy időben és minden esetben az előjárók és a képviselők osztják ki. Nem tudunk hagyatkozni csak az egyházak és a képviselők tanácséra, hogy kik kapjanak segélyt. Úgy gondolom, hogy ha mindenkinek az adatait egy bázisba felhalmozzuk, akkor kategorizálni tudjuk ezt az egészet, és elégedettebbek lesznek szerintem a rászorulók is. A kártyák elkészítését hosszas munka előzte meg, annak érdekében, hogy minden arra jogosultnak biztosítsanak kistérségenként elegendő kártyát, illetve az ezek kezeléséhez szükséges leolvasó terminált is. A Mezőkaszonyi kistérség számára 2600 kártyát és a hozzátartozó leolvasókat szállították le. Köszönjük szépen, megérkezett a szociális kártyánk. Ez a településünknek ugye minden egyes lakosára szól majd. Tehát aki fog tudni regisztrálódni a szociális kártyával, ők nem azt mondom, hogy már is, de viszont egy kis idő lefúvás kell lesz, hogy ezt az egész programrendszert beindítjuk, és aztán ha lesz, amit tudunk majd humanitáris segélybe átadni az embereknek, akkor ezzel a kártyával minden egyes lakosunk tud majd értékesülni, tehát tudja használni. Nagyberegen is várták már a rendszer megérkezését. Szeretném megköszönni a KÖT-nek, hogy hozzájárultak, hogy megkapjuk mi is a szociális kártyát. Számunkra ez fontos, mert gondolom, hogy minden háztartás jobban fel tudunk mérni, milyen belső problémák vannak, esetleg ne talán rokkant nyugdíjasok, vagy gyerekek, akik hozzájárulnának a valamilyen támogatáshoz. És össze tudjuk összpontosítani, összedni azokat az emberek, akik tényleg rászorulnak valamilyen segítségre a kistérség részéről. A kártyák megérkezése az első lépés a kistérségekben, ami nem azt jelenti, hogy ezeket azonnal elkezdik majd kiosztani, hiszen következő lépésként minden kiadópont számára telepíteni kell a megfelelő programokat, valamint a kistérség igényei szerint finomra kell hangolni a rendszert is, amely időigényes folyamat. A Beregszászi önkormányzatban sikeresen elindult szociális kártyaprogram példájára. Elindítottuk, most már mondhatjuk azt, hogy működő programként működik a Nagybégányi kistérség területén is, és a KMKS támogatásának köszönhetően a mai nap folyamán más a köttagságát képező önkormányzatok számára is kihoztuk a szociális kártyarendszer indításához szükséges programot, a kártyákat és a kártyaleolvasó berendezéseket is. A mai nap folyamán ugye a Nagydobronyi kistérség, a Kaszonyi kistérség és a Nagyberegi kistérség számára szállítottuk ki az eszközöket.
Ugye ez egy fontos lépése, de ugye ezek után, miután átveszik az önkormányzatok ezeket a berendezéseket, ezek után még egy nagyon fontos és aprólékos munka vár rájuk. Ugye a lakosság regisztrációja, maga a programnak a telepítése az előjárói körzetekben, az előjárói körzetek irodáiban, ahová majd a lakosság tud fordulni ahhoz, hogy igényelje a szociális kártyát, és ugye a legfontosabb utána, hogy a szociális kártya mögé, a rendszer mögé tudjunk adni egy kézzelfogható támogatási csomagot is. Ezen működünk együtt a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetséggel, magyarországi és más határon túli partnerekkel is, hogy az önkormányzatok helyzetét meg tudjuk könnyíteni azzal, hogy a szociális kártyák mögé egységcsomagot is tudjunk tenni. Rövid időn belül szeretnénk a köttagságát képező összes önkormányzat számára átadni a rendszert, átadni az eszközöket, és kiemelném azt, hogy nem csak a Kárpátalja Határmenti Önkormányzatok Társulása tagságát képező önkormányzatok fognak kapni ebből, fogjuk integrálni őket ebbe a programba, hanem más önkormányzatokat is, ahol nagy számban élnek magyarok Kárpátalján. Kiemelném a Gorondi Önkormányzatot és a Kincses-Homoki Önkormányzatot is, az Ungvári járásba, az ők számukra is már legyártottuk, és megvannak az eszközök, úgyhogy reményeink szerint ebben az évben Kárpátalján, a magyar lakta településeken mindenütt működni, és pozitív hatása lesz a lakosságnak a jólétére, a szociális kártya programnak a működése. A közeljövőben minden a programba bekapcsolódó kistérségekben megérkeznek majd a kártyák, mint pedig a hozzájuk kapcsolódó technikai eszközök is. Azonban a KHÖT munkatársai felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy ez nem jelenti az azonnali használatba vételt is, hiszen amellett, hogy a rendszert telepíteni kell, a kistérségeknek meg kell oldania azt is, hogy megfelelő fedezetet, vagyis adományokat társítsanak a kártyákhoz.